Itt állunk Szarvason, a vetőmagüzemünk mellett a Portfolio Farmunkon Harsányi Zoltán promóter kollégámmal, és beszélgetni fogunk az egyik legújabb, magasolajsavas Pioneer napraforgó hibridről. Köszönöm, Jani, hogy itt vagy. Örülök, hogy együtt tudjuk bemutatni ezt az új hibridünket. Vágjunk is bele szerintem. Így van, némi piaci áttekintés engedj meg nekem előjáróban. Azt mindenképpen fontos leszükeznünk, hogy miért fontos maga Magyarországon a magas olajsavas hibridkör. Azért fontos, mert a nagyjából 700 000 hektáron stabilizálódott napraforgó vetésterület kb. 20-30%-a évről évre magas olajsavas hibridekkel kerül elvetésre. Tehát nekünk is, mint nemesítők, figyelnünk kell erre a szegmensre. Ezen belül az Express toleráns szegmensben bár nagyon sok népszerű hibridet hoztunk forgalomba, példaként tudom erre mondani a P64HS133-at, a P64HS144-et és a 2024-ben piacra hozott P64HS244-es hibridjeinket, amelyek nem véletlenül váltak népszerűvé a hazai termelők körében, hiszen mindhárom hibrid igazolta azt, hogy tökéletesen alkalmas a hazai viszonyok közötti termesztésre. Ebbe a hibrid körbe érkezik a legújabb magasolajsavas napraforgónk, a P64HS188-as közepes tenyészidejű hibrid. Én nagyon örülök ennek a hibridnek, hogy meg fog érkezni a portfóliónkba, bár van sok kérdésem e részről, hogy van itt három csúcs hibridünk. És hogyan fog ez beleilleni? Mivel másabb? Miben tud többet ez a hibrid? Igen, ez mindig kapjuk ezt a kérdést, hogy miért jobb egy új hibrid a korábbi hibrideknél. Természetesen a magasabb termésszint az alapvető elvárás, ezt meg sem kell említenem, de ez igaz a P64HS188-asra is. Emellett még azt láttuk, hogy a nemesítői kísérleteinkben kiválóan tűrte az elmúlt években tapasztalt száraz, aszályos körülményeket. Sőt, az agronómiai tőszám kísérletekben is az egyre magasabb tőszámon ez a hibrid egyre magasabb szintű termést produkált, azaz javaslom a termelőknek, hogy egy kicsit magasabb vetési tőszámot alkalmazzanak az ő esetében. Köszönöm, ez tök jó hír. Sok kérdés szokott termelők részéről visszajönni, hogy egy dolog megtermelni. Mindig azt mondjuk, hogy magas termésszinten rendelkezünk. De a magas olajsavas hibrideknél nagyon fontos az olajsav tartalom. Erre milyen méréseket tettetek? Milyen mérések, milyen eredmények vannak? Ezt folyamatosan szem előtt tartjuk, mert nagyon jól tudjuk, hogy a termelők részéről ez egy nagyon fontos elvárás. Ennek érdekében a szelekció során erre külön hangsúlyt fektetünk, és mint hogy a többi Pioneer magas olajsavas hibridre is igaz, ez ugyanígy igaz a P64HS188-asra is, hogy kiemelkedő, kiugró magas szintű az olajsav tartalma. Magasabb, mint a piaci elvárás. Sőt, emellett még muszáj megemlítenem, hogy nem csak az olajsav tartalma magas, hanem az általános olajtartalma is kiugró, e tekintetben is a legjobbak között kell említeni. Ennek nagyon örülni fognak szerintem a partnereink, mivel ezzel bonifikációs előnyre tesznek szert, és több pénz marad a zsebükben. Emellett még szerintem nagyon fontos az, hogy kortanelg is kiváló, és a toppon legyen ez a hibridünk. Erről mondj már nekünk egy pár szót. Igen, ez nagyon jó kérdés, köszönöm. A HS188-as kortanelg is kiváló, ugyanis verticillium és breknekrózis ellen kiemelkedően ellenálló, de muszáj megemlítenem még azt is, hogy az egyre jobban terjedő rozsda ellen is magas szintű ellenállással rendelkezik. Sőt, a mögöttem látható kis logó is igazolja, ami a táblán látható, hogy protektor szádor minősítésű, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy a magyarországi szádoros területeken is biztonsággal termeszthető. Remek hírek ezek a partnereink részére, és ahogy látom itt hátranézve a fajta sorba, a többi hibriddel összevetve is, igen alacsony hibridről beszélünk. Szóval mondhatjuk, a legalacsonyabb hibridről beszélünk a portfóliónkban. Így van, nagyon jó megfigyelésed, nagyon kedvező növénymagasság jellemzi. Ennek köszönhetően az erős és az erős szárának köszönhetően megdőlésre egyáltalán nem hajlamos, nem kell számítani a hibrid esetében. Félig bukló tányérállás jellemzi, úgyhogy igazából azt gondolom minden megvan benne, ami sikeressé tehető a hazai gazdálkodóknál történő termesztésben. Úgyhogy igazából javaslom is minden gazdálkodónak, hazai gazdák közül mindenkinek, termőhelytől függetlenül, mert mint hogy a korábbi hibridjeink, ez a P64HS188-as magas olajsavas, express toleráns napraforgó hibridünk kiválóan illeszkedik a hazai termelési viszonyokhoz.